Na sziasztok! Így még a videó előtt szeretném leszögezni, hogy aki nem látta, annak talán annyit érdemes tudni, hogy szerdán és csütörtökön is felkerült ugyanez a videó, csak hiba történt a feldolgozáskor, amit csak a feltöltés után sikerült észrevenni, úgyhogy remélhetőleg most zökkenőmentesen fog kikerülni az anyag, mindenféle ilyen technikai nehézség nélkül. Úgyhogy én jó szórakozást kívánok. Na sziasztok, itt vagyok egy új videóban. És jelenleg itt vagyok József városban. Méghozzá, hogyha itt körülnézünk, akkor erre található itt a Ganz gépgyár, ahol, ami már nagy részt átalakult a kínai negyeddé itt a Kőbányai úton. És erre felé pedig a régi józsefvárosi pályaudvar található, annak a területe, ugyebár itt a posta parkolóján túl, arra felé egyébként maga az állomásépület, az ott az Orci téren található. Viszont az itt található negyed, ahol már nagyrészt kínai áruházak foglalnak helyet, egykor még a Ganz Mávagnak a gyára működött erre felé. Ugyebár készítettem egykor videót, közben mögöttem láthatjátok egyébként a már eléggé elfeledett józsefvárosi pályaudvart, amely még mindig a sorsára vár. Ugyebár magáról a pályaudvar területéről van szó, akkor azzal még mindig nem sikerült semmit se kezdeni, viszont az itt mellettem lévő kínai negyedben, amikor még ugye a Ganz Mávagnak a gyára volt, arról talán még láthattatok is videót, hogy akkor még a Népligetbe futott a próbapályájuk, és azelőtt pedig még annak is van nyoma, hogy még villamosok jártak ugye a Vajda Péter utcába, hiszen nagyjából azt a területet a Kőbányait és Vajda Péter utca, illetve az Orci út és a Könyves Kálmán körút közé eső területet foglalt el a gyár. Magához a történethez egyébként azt tartozik hozzá, hogy 1867-ben adták át ugye az itt található józsefvárosi, akkor még északi királyi pályaudvart, ugyebár ez volt Budapestnek a fő pályaudvara, és többek között ez indokolta, hogy egy évvel a pályaudvar átadására 1868-ban adják át az itteni gépgyárat, ugye a Ganz Mávag, ami annyit jelent, hogy magyar királyi állami vas, acél és gépgyár. És hát amit itt találtam rögtön, az, ahogy látjátok errefelé a villamos sinekből ágazik ki egy ilyen iparvágány, majd itt eltűnik a aszfaltban. Valószínűleg egyébként ott valahol ott futott be a gyárnak a területére, és egy ilyen üzemi kapcsolatként lehetett fenntartva. Illetve, amit itt találunk, az pedig nem más, mint a józsefvárosi pályaudvarral egy ilyen összeköttetés. Ugyebár innen a területéről jön ki ez a vágány, és ott fut be. Hát forgalom már elég rég volt rajta, de még mindig bennmaradt a helyén. Magának a gyárnak egyébként számos közlekedési vonatkozása volt az akkori időkben, hiszen akkor még a Vajda Péter utcában is villamosok közlekedtek, és volt egy bizonyos hurok a Ganz Mávag gyár bejárata előtt, a Golgota téren. Ugyebár arra járt többek között például a 20-as villamos, de rengeteg más villamos viszonylat is, többféle helyről, aminek hát a sinei egyébként egész sokáig megvoltak, és talán nem régibe szedhették fel, és aszfaltozták le újra magát a hurkot, ugye a Bláti Otto utca, Golgota út és a Dele utcának a hurok vágányait. Viszont azon kívül még tovább a Golgota úton, ami már ugye nem a
Hurokhoz tartozott, abból még mindig megvan egy sínt, amit valamikor még sikerült is felvenni. És hát az egykori északi járműjavító főműhely, amelynek talán a régi munkásszállóját láthatjátok mögöttem. Ugye itt karbantartották az akkori járműveket, és hát azért a ganzmávagnak köszönhető rengeteg ma is használatos mozdony, többek között például talán az egyik, ha nem a legismertebb, ugye a szili villanymozdony. Most ennek az érdeke, ennek a története is egészen érdekes, hiszen rendkívül sokáig állt itt elhagyatottan a járműjavító. Viszont itt most láthatjátok, hogy egy teljesen új szerepet fog kapni, méghozzá a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színháznak a fő próbaterme, illetve mögötte az új közlekedési múzeum fog megnyílni. Szóval így magának a gyárnak a történetéhez az mindenféleképpen hozzátartozik, hogy a Kőbányai út szomszédos telkén lévő Ganz és Társa RT 1880-ban megvásárolta az első gőzkocsikat gyártó üzemet. Később a Ganz gyár egy öt telephelyes nagyvállalattá fejlődött. A 19. század végére már modern 4 és 6 tengelyű forgóvázas terméskocsik, étkező luxusvonatok is kerültek ki az üzemből, és 1925-ben megkezdték a vasúti motorkocsik gyártását, amelyek dízel, illetve villamos meghajtásúak voltak. A 20. század közepén a Mávagnak a fő szakterülete a vasúti mozdonyok és gépek gyártása volt, valamint híd, daru és egyéb vasszerkezeteket is gyártottak a Ganz gyárban. 1959-ben pedig egyesült a Ganz és a Mávagnak a gyára, így a Ganz-Mávag mozdony, vagon és gépgyár megalakulásával. Ez volt a második legnagyobb gyár az országban, 20 000 dolgozóval, 42 hektáros területtel és több mint 300 épülettel. A hanyatlása a 80-as években indult meg, amikor kevesebb megrendelést kaptak, ráadásul az adósságuk is nőtt, így a különböző privatizációs átalakulások után a Ganz-Mávag végleg megszűnt, és több gyáregységre bomlott, ma a gyár területén körülbelül 100 magántulajdon található. Manapság a gyárépületeket már a Józsefvárosi piacon kereskedők, raktároknak használják, és 2006-ra a 221-es és az 1-es számú épületekben már egy Eurosquare nevű nagy és kiskereskedelmi központ is létrejött. Manapság a Ganz-Mávag utódjainak a Ganz Holdingot alkotó Ganz Motor Kft., amely vasúti jármű komponenseket és dízelmotorokat gyárt, és a Ganz Energetikai Gépgyártó Kft., amely vízgépeket, illetve atomerőművi és olajipari berendezéseket gyártak. Úgyhogy én ezzel köszönöm meg nektek a megtisztelő figyelmet. Na, sziasztok!